A gyönyörű támadást indít el. Boltás előadja a labdát, de a befelé hívett labdát, előre száll a labda Puskáshoz. Puskás el az alapon, addig onnan ível befelé Beára. A jugoszláv kapus azonban felcsinál, még mindig nála van a labda. Most középre gurítja Kocsisnak, Kocsis lövi már! Izgalmas pillanatok tanulni vagyunk, Puskás 11-esen! A lövés! Teszi Bozsiknak a labdát, Bozsik előre törve levál 18 méterre van az aputól, most lő, lövését azonban Beára védeni tudja. A kapukirúgás után ismét gyönyörű magyar támadások. Valóban Palotás már, Palotás lő, lövését azonban Beára szögletre öklözi. A beívek labdát Beára átöklözi a másik oldalra. Ott Tibor az oldalvonal mentén toppolja le a labdát, tör vele a 16-oson belülre, most íveli át Palotásnak, Palotás lő! Beára micsoda szerencsével véd, pedig figyelmet! Már ott van a 16-oson belül, kicselezi a kapust, lő, gól! Megvan az első magyar gól! Ott van ismét Puskásnál a labda, Puskás lő, a lövés azonban szöglet, annak Tibor lő, gól! 2-0!